Mind helyezésben, mind a szerzett pontokat tekintve előrelépett az előző idényhez képest a kisvárdai női csapat. Történt ez úgy, hogy sérülés miatt több játékos is hosszabb időre nélkülöznie kellett Bakó Botonnak, és tavasszal a városi sportcsarnokból a Szent László gimnázium csarnokába költözött át a csapat. Az előző szezonnal ellentétben a szoros végjátékkal záruló meccsek többségét megnyerte a kisvárda, amely a negyedik legkevesebb gólt kapta mezőnyben. A vezetőedző szerinti sikeres bajnoksághoz zárt csapata. Ha nagyon egyszerűen akarok válaszolni, akkor elégedett vagyok, de nyilván, mint általában idézőjelbe véve, minden buta edző sosem elégedett, így azért vannak még olyan pontok és olyan dolgok, amiben többet várok, és vártam magunktól, illetve fogok is várni a következő szezonban, de csak is a helyezés figyelembe véve az elmúlt három év stratégiáját, az, hogy mind a három szezonban előre tudtunk lépni, ugye a 10., 9., illetve 7. helyen végeztünk, és az előző szezonhoz képest 6 ponttal többet, illetve 2 pozícióval jobban zártunk, ez azt gondolom, hogy előrelépésnek és jó teljesítménynek titulálható. A szakember több olyan meccset is meg tudott említeni, amikor minden az elképzelése szerint alakult a pályán. Hát volt ilyen, én azt gondolom, hogy azzal is jó fokmérkőzésünk, egy ilyen mérkőzés volt. Azt gondolom, hogy idegenben az MTK elleni döntetlen is egy jó mérkőzés volt, de egy hazai pályán az egy gólon veszített debreceni meccsünk is egy részünkről szenzációs játék volt, azt gondolom magas színvonalú játék volt. A Fehérvár elleni mérkőzést abszolút uraltuk, olyan sebességben, dinamikában játszottunk, amire mindig is vágyik ez edző, hogy így zabdázzon a csapat. Voltak ilyen mérkőzések, azt gondolom, hogy hazai pályán a Győr ellen a 48. percben vezetni egy elég jó eredménynek mondható, úgyhogy hál' Istennek több ilyen mérkőzés volt a szezon során. A kisvárdai játékosok 5,5 hét pihenőt kaptak. Ez nem vonatkozik a szlovéniai junior világbajnokságra készülő Juhász Grétára és Mérai Majára, valamint a strand kézilabda válogatotthoz csatlakozó Máté Fidalmára. Az új idény első edzésén már nem lesz ott Dombi Luca, a 26 éves beállós ugyanis befejezte pályafutását.